Mózes harmadik könyve, 21. rész, a papi tisztséggel járó követelmények. Azután ezt mondta az úr Mózesnek, mondd meg Áron fiainak, a papoknak, mondd meg nekik, hogy ne tegyék magukat tisztátalanná népük közül való halottal. De ha a legközelebbi rokonai közül halt meg valaki, anyja, apja, fia, leánya, testvére, vagy hajadon nővére, legközelebbi rokon ő is, ha még nem ment férhez, ezekkel tisztátalanná teheti magát. Mint férj se tegye tisztátalanná magát népe között, ne veszítse el szent voltát. Ne borotválják kopaszra a fejüket, szakáluk szélét ne nyírják le, és a testüket ne vagdossák be. Szentek legyenek Istenük előtt, és ne hozzanak gyalázatot Istenük nevére, mert ők mutatják be az Úr tűzáldozatait, Istenük kenyerét, azért szentek legyenek. Ne vegyenek el paráznát, vagy olyan nőt, akit megerőszakoltak. Olyan nőt se vegyenek el, akit a férje elbocsátott, mert Istenüknek vannak oda szentelve. Szentnek tekintsd a papot, mert Istenet kenyerét ő mutatja be. Szent legyen előtted, mert én az Úr, aki szent vagyok, megszenteltem őket. Ha valamelyik pap leánya gyalázatot követel, mert paráználkodik, meg kell égetni, mert apjára hozott gyalázatot. Aki főpap lett testvérei között azzal, hogy fejére öntötték a fölkenéshez való olajat, és felavatták, amikor a szent ruhákba öltöztették, ne hagyja gondozatlanul a haját, ne szaggassa meg a ruháját, és ne menjen be semmiféle holttesthez, még az apjáéval vagy az anyjáival se tegye magát tisztátalanná. Ne hagyja el a Szentély területét, és ne hozzon így gyanázatot Istenének Szentélyére mert Istenének odaszentelt, fölkenésre való olaja van rajta. Én vagyok az Úr. Hajadont vegyen feleségül, özvegyet, elbocsátottat, megerőszakoltat, paráznát, ilyeneket nem vehet el. Csak a saját népéből való hajadont vehet feleségül, hogy gyalázatot ne hozzon utódaira népe között. Én az Úr szenteltem felőtt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr, így szólj Áronhoz, ha utódait közül valakinek a későbbi nemzedékekben testi fogyatékossága lesz, az nem mutassa be áldozatul Istenének a kenyerét. Nem mutathatja be az, akinek testi fogyatékossága van, tehát aki vak, sánta, nyúlszájú vagy nyomorék, se olyan, akinek kéz vagy lábtörése volt, se aki púpos vagy vézna, hájogos szemű, viszketeges, sömörös vagy sérves. Áronpap utódai közül senki nem mehet oda tűzáldozatot bemutatni az úrnak, akinek testi fogyatékossága van. Mivel testi fogyatékossága van, nem mehet oda, hogy bemutassa Istenének a kenyerét. Istenének a kenyeréből, az igen szentből és a szentből egyaránt tehet. De a kárpithoz nem mehet be, és az oltárhoz nem közeledhet, mert testi fogyatékossága van. Ne gyalázza meg szentélyemet. Én az úr vagyok a megszentelőjük. Mózes pedig elmondta ezeket Áronnak és fiainak, meg Izrael fiainak.